Az új színházépületnek két egyforma méretű terme kellene, hogy legyen. Az egyikben zenekari árok is lenne. Itt a zenés darabok mellett koncerteket lehetne előadni, véli a Vajdasági Magyar Szövetség. Az üzlethelyiségek kiépítésére szánt területet csökkenteni kell. Nem azért építünk ugyanis színházat, hogy oda kereskedni és bevásárolni járjunk, mondta Pásztor István pártelnök. Azt szeretnénk, hogyha minimális lenne a komerciális tartalom ebben az épületben, és hogy elsősorban színház épülne, és nem pedig a színház apropóján kiadásra, eladásra, bérbeadásra váró komerciális tartalom. Az építési terveket olyan formában kell átütemezni, hogy az építkezés szakaszosan legyen megvalósítható. Egy-egy fázis befejezésével birtokba lehetne venni az elkészült részeket. A Vajdasági Magyar Szövetség nem menekül attól a felelősségtől, ami terheli az előző évek döntései apropóján. Nem menekül attól a felelősségtől se, ami a jövőbeli döntések tekintetében terhelni fogja őt is és mást is. Mi ebben partnerok kívánunk lenni, és tanulva az elmúlt évek tapasztalatából világos mondatokat fogunk kimondani, független attól, kinek tetszenek és kinek nem. 10 millió euróból fejezik majd be a Népszínház épületét a legújabb elképzelések szerint. A tartományi nagyberuházási alap az idén az összköltségvetés felét ígérte. Nem vagyok benne biztos, hogy a mintegy 2,2 milliárdból, ami az idén a nagyberuházási alapban van, 500 milliót idet fognak adni a Szabadkai Színházra. De én azt gondolom, hogy ma ebbe a fajta számháborúban nem szabad belemenni. Meg kell ülni, végig kell gondolni, a tervezőknek át kell tervezni, alá kell húzni, meg kell nézni, hogy mi mennyi, és onnantól kezdve meg kell állapodni abban, hogy milyen dinamika szerint lehet ezt megcsinálni. Az elmúlt időszakban a tartomány átvette a köztársaság pénzelési kötelezettségeit a Népszínház ügyében. Ezt a lépést újra kell gondolni, emelte ki Pásztor István.